Folytatjuk tovább a délelőttet, és még visszatekintünk a hétvégére. Legyél te a változás, a 72 tanítvány mozgalom és a háló, valamint a 72 óra közös lelki napjáról fogunk beszélgetni. Orosz Sára és Puhár Balázs a vendégünk. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Visszatértetek ide a stúdióba, talán kezdjük azzal, hogy hogy sikerült ez a hétvégi szombati kis együttlétetek. A Magyar Kuríron egy jó hosszú beszámolót olvashatunk erről. Igen, hál' Istennek, megtiszteltek minket a sajtósok is elég szép számmal, és résztvevők is elég szép számmal voltak. És hát őszintén szólva, én nagyon izgulva kezdtem neki ennek az egésznek, mert mindig van egy kis stressz ebben, hogy most akkor jól fogják érezni magukat, ízleni fogja a kaja. Tehát így minden kis apróságok. Igen, tehát elég fontos, és igazából így a nap közepére el kellett jönnöm, hogy ha sok jó embert összezsúfolsz, tök mindegy, hogy mire, akkor annak csak jól sikerülhet a vége. Na, kik érkeztek elsősorban, Balázs, nézzük meg, mert itt azért beszélünk hálósokról, beszélünk 72 tanítvány mozgalomról és 72 óra kompromisszumok nélkülről. Milyen arányban érkeztek akkor a résztvevők? Milyen korosztályokból érkeztek egyáltalán? Igen, hát nagyjából egy ilyen 70 fő volt, aki eljött, ami ahhoz képest, hogy ingyen munkára szeretnénk rávenni embereket, annyira nem rossz, azt hiszem. Tulajdonképpen három felől, vagy a három oldalról érkeztek leginkább az érdeklődők. A hálói fi részéről, délvidékről, illetve a Párciumból nagyjából egy ilyen 20 fő összesen, tehát ők képviselték a határon túliakat. Aztán a többség az nyilván Budapestről, tehát ugye a közelből, de voltak néhányan, akik vidékről utaztak fel ebből az alkalomból, aminek szintén nagyon örültünk. Úgyhogy így állt össze a dolog. Nyilván voltak olyanok, akik visszatértek ugye a 72 órás hétvége után egy erre az utótalálkozóra, és volt olyan is, hála Istennek, aki tulajdonképpen most jött el először, mert hallotta a rendezvényről, és akkor kíváncsi volt rá, hogy mi is ez a legyél te a változás. Na és pont te beszéltél erről, Balázs, hogy mit is jelent az, hogy legyél te a változás. Itt ez egy jó szlogán, vagy nagyon jól hangzik, vagy nagyon motiváló lehet mondjuk, vagy nem tudom, gyors és könnyű rányomtatni mondjuk a kitűzőkre, meg a szóróanyagokra, de mit jelent ez, vagy itt mi a mögöttes tartalma ennek? Igen, hát ez volt ugye a központi kérdése a napnak, hogy hogyan lehetünk mi a változás, hogy hogyan lesz te a változás. És ennek több aspektusát is végig gondoltuk. Nyilván ennek van olyan oldala, ahol egészen kis dolgokban akár odafigyelünk arra, hogy egy kicsit tegyünk a környezetünkért. Itt lehet bármire olyasmire gondolni, hogyha látom, hogy valaki eldobott egy szemetet, akkor fölveszem, vagy szólok, hogy ezt talán nem kéne. Nyilván ez egy apróság, vagy nagyon sokszor szembesülhetünk azzal, hogy a segítségnyújtás hiányával, ugye ez jellemző, ilyen az a csoport pszichológia, hogy mindenki a másiktól várja azt, hogy mozduljon meg, de hogyha ezt egy kicsit tudatosabban átgondoljuk a saját életünkben, hogyha látunk egy öreg bácsit, aki nem tud felszállni a villamoson, akkor mi legyünk az első, akik megmozdulunk, és ezzel talán a környezetünket is hatunk, hogy akkor szintén nyújtsanak egy segítőkezet, hát, de pedig olyan egymásra várjunk, hogy majd valaki más tesz valamit. Igen, az is olyan jó látvány, amikor mondjuk hárman pattannak fel a BKV buszon, ritkán látni, de van ilyen, hogy többen is felpattannak, ha mondjuk egy idősebb néni bácsi felszáll. Tehát igen, hát nyilván, és van egy olyan oldala is ennek a legyél te a változásnak, amit nem lehet így központilag meghatározni, tehát ottól te dolgozol, tanulsz, ahol jelen vagy az életedben, hogy mi az, tehát észre kell venni azt a lehetőséget, amit szóvá lehet tenni, ahol meg lehet mozdulni, hogy valami elinduljon akár. Tehát ez többször is előjött részben az előadások során is, illetve a kis csoportos beszélgetésekben is többen felhozták, hogy igen, azt, hogy mi az, amiért szólok, hogy ez így lenne a helyes, tehát egyáltalán kiállni valami mellett, az már önmagában egy változást jelenthet. Na most nézzük meg azt, itt az előbb Balázs azt mondta, hogy hát nagyon jó ez a szám, hogy ennyien eljöttek, hogyha végül is ingyen munkára akarjuk rávenni a fiatalokat. Na de hát mit is jelent az, hogy ingyen munka, mert itt ugye ingyen munka, önkéntesség, azért abszolút nem ugyanarról beszélünk. Mivel több az önkéntesség, vagy hogyan lesz több az önkéntesség? Nem kényszerít rá senki egyrészt. Másrészt
pont ez jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy Pap Miklós atya erről beszélt, hogy mi az a plusz, amit én még meglépek. Tehát, hogy az, hogy előkerült a 10 parancsolat, hogy ha azt betartom, akkor én már jó keresztény vagyok, vagy tehát, hogy akkor már rendben van az életem, és akkor ezt így kérdésként tette fel, és picit így magyarázott róla, hogy tulajdonképpen tehát, hogy sokszor hiányzik belőlünk az, hogy azt az egy lépést megtegyem, azt a nagyon hajszálnyi dolgot, és egyébként Darvas Márton is kitért erre, amikor így szólt a fiatalokhoz, hogy tényleg nagyon apró dolgokon múlik az, hogy a szándék az igazából megvan bennem, csak hogy megmerem, ehhez egy kicsit bátorság is kell, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, tehát ingyen dolgozni lehet a lágerbe, önkénteskedni meg csak jó szívvel érdemes, vagy lehet. Igen, és bocsánat, igen. Csak egy dolog még, hogy bejött egy hölgy, egy idősebb hölgy, hát nem annyira idősebb, csak a meghívottakhoz képest, igen. És azt mondta, hogy ő Facebookról vagy valahonnan teljesen véletlenül hallott az eseményről, és nem tudott elmenni mellette. És az utcáról bejött, mert tudta, hogy ez most itt van, és akkor kérdezte, hogy ő hogy tehet-e ezt hozzá, vagy hogy segíthet-e, teljesen magától így jött. És én így nagyon rácsodálkoztam, hogy hát, és mondtam neki, hogy hát akkor maradjon itt egy kicsit, és aklimatizálódjon, és akkor beszélgettünk vele egy kicsit erről, hogy milyen ötletei vannak, és ez nagyon jó élmény volt nekem. Igen, mondjuk azért a korosztálytól függetlenül azért benne lehet az emberben az önkéntesség, de azért főleg ugye ti is a fiatalokhoz szóltok, vagy hát a saját korosztályotokhoz szóltok. Na most nem tudom, hogy hogyan lehet elültetni akkor a morzsákat, vagy hogy megvan-e a morzsa egyáltalán a mai 20-30 éves fiatalokban? Mit tapasztaltatok, vagy akár milyen problémák vagy kérdések merültek fel itt a fiatalokban? Hát nekem az érzésem, hogy megvan, tehát a többség az 18 és 30 között volt. Tehát kimondottan sokan voltak a fiatalabbak, tehát bőven 30 év alatt, és nagyon, nagyon lelkesen vettek részt a programokban, illetve volt bennük egy ilyen vágy, hogy ténylegesen mik azok a pontok, ahol egy változásra indítottak. Itt egyébként nagyon sok egyéb kérdés is előkerült, tehát akár az egyik lánya Délvidékről, aki említette, hogy ő például ténylegesen szeretne tenni valamit azért, hogy a nők helyzete javuljon, mert ő is érzi azt, hogy Újvidéken, ahonnan felutazott, hogy ezért egyes problémák nagyon is jelen vannak. És hogy ezekért hogyan tudna tevőlegesen tenni. Tehát amikor azt mondja, hogy jogász szeretne lenni, akkor például őt ez is motiválja, hogy utána egy ilyen kicsit ilyen aktivistaként jelen legyen a saját környezetében. Hát vagy amúgy is szerintem minden embernek, vagy mondjuk a fiataloknak talán nagyobb az érzelmi kilengése, és úgy szeretnek mögé állni, vagy mellé állni mondjuk jó kezdeményezéseknek, vagy úgy valami mellett elköteleződni, akkor nem esik mondjuk nehezére a fiataloknak, vagy nem tudom, hogy mit láttatok ennek kapcsán? Igazából így kicsiben, ez ebben az egy napban is meglátszott a lényeg, hogy megérkeztek már péntek este nagyváradi és környékbeli fiatalok, és akkor így elmondtuk nekik, hogy mi lesz másnap, és leültek reggel, és mindenkit ők regisztráltak be például. Tehát, hogy ez egy olyan feladat volt, amivel nekem, mint szervezőnek nem kellett foglalkoznom, mert ők várták, hogy adjunk feladatot, tehát, hogy még ez alatt az egy nap alatt is. És annyira nyilvánvaló és egyértelmű volt nekik, hogy ők itt most be fognak segíteni, és voltak egy mosogatott, volt, aki kínálgatta vendégeket a bogácsával, és volt, aki meg ott ült a regisztrációnál egész nap. És közben meg egymással is beszélgettek, és barátkoztak, és ez volt benne igazából a lényeg, meg ami így az egészet összefoglalta, vagy így kicsiben lerajzolta. Igen, bocsánat, csak annyi, hogy nagyon, nagyon jó érzés volt, tehát hogy úgy voltak jelen, hogy rögtön, hát szinte házigazdaként voltak ott, tehát nem feltétlenül azt várták, hogy akkor ők itt kapjanak valamilyen hát ezt vártátok, hogy mindenki löketet, otthon érezze magát. És akkor ezt úgy elviszik magukkal, hanem tényleg úgy vettek részt, mint hogyha sajátjuk lett volna, vagy sajátnak érezték annyira, hogy beálljanak segíteni, és rögtön ajánlották, hogy mit tehetnének. Tehát ez nagyon pozitív volt.
Itt most gondolom a kompromisszum nélkül, vagy itt és most kompromisszum nélkül, az ugye adódik a 72 óra programból is. Mi a mai beszélgetésünknek, ugye múltkor azt adtuk, hogy legyél te a változás, most pedig azt, hogy kompromisszum nélkül. Mit jelent ez, vagy mit jelent ez a kompromisszum nélküliség itt az önkéntesség terén? Szerintem inkább így ez az itt és most, ez pontosan ilyen dolgokat jelent, milyeneket, amikről már beszéltünk most itt az előbb, hogy ahol vagyok, és amikor azt az egyetlen lépést tegyem meg. Mint ahogy egyébként napközben segítettek. És hogy nem csak abban a 72 órában, ami egy évben egyszer van, hanem a múltkor is beszéltük, hogy egy kicsit mindenki a saját életében azt az apróságot. És nem kell messzire menni igazából, igen. Hogy elég, ha hát nem ez tudom, az itt csak és a most. Házunk táján körbenézünk, vagy mondjuk a szűk környezetünkben körbenézünk, és annyi mindent lehet csinálni, vagy tényleg igen, annyi lehetőség. Igen, csak nyitott szemmel kell látni a dolgokat. Igen. Voltak előadóitok is, bocsánat, hogy félbeszakítanak, Pap Miklós atyáról már hallottunk, kik voltak még, illetve milyen jó tanácsokat adtak, vagy milyen kis, nem tudom, lámpásokat gyújtottak. Uh-huh. A Gájár László atya volt a másik előadunk, de hogyha megengeded egy pillanatra, még visszatérnék a 72 órára, tehát ez az itt és most kompromisszum nélkül, ez ugye a 72 óra kompromisszum nélkülnek egy ilyen új kezdeményezése, amit mi is támogatunk, hogy elindulhasson. Ennek az lesz a lényege, hogy egész évben lesznek elérhetőek olyan programok és rendezvények, ahova lehet jelentkezni önkéntesnek, és ez a honlapon is fenn lesz és elérhető lesz, tehát egy ilyen folyamatában is részt lehet majd venni az egészben, és ebből nyilván lesz a 72 óra maga, az a hétvége, ami pedig egy ilyen nagyobb akció lesz, de ugye ez egy ilyen, hát tudjuk, egy ilyen kitűzött cél a mi részünkről, hogy az önkéntesség az egy hát egy ilyen nagyjából folyamatos, hát hogy állandóan legyen lehetősége annak, aki legyen. Igen. Igen. Most visszatérve az előadóra, a Gájár László atya beszélt arról, hogy tulajdonképpen fontosak ezek a tevékenységek, tehát az önkéntes munka, de ugyanakkor érdemes egy perspektívába helyezni, tehát tudatosítani azt, hogy miért teszünk valamit, nem önmagában a cselekvésért, hanem ami annál egy kicsit túlmutat, hát egy ilyen transzcendens cél lebegjen az ember szeme előtt, akkor is, hogyha nem vallásos feltétlenül, de ne csak ebben a horizontális síkban gondolkodjunk, hanem a saját életünknek a kapcsán, tehát amikor azt mondjuk, hogy kiállunk egy érték mellett, akkor azt érdemes elhelyezni magunk előtt, hogy miért is, vagy mi az oka, aminek dolgozunk, tehát érdemes egy ilyen csendességből, egy átgondolásból indítani minden ilyen munkát. Voltak új arcok, hogyha még egy kicsit globálisan szemléljük ezt a szombati eseményt, vagy hétvégi eseményt, hogy jöttek-e új arcok, új csapattagok, illetve hogy ezt a morzsát, amit mondjuk már elhintettetek, vagy ez a csíra, ami már sokakban él, azt tovább lehet-e adni, vagy hogyan lehet esetleg megszólítani akár nem hívő fiatalokat is? Hát voltak újak is, és volt olyan is, aki már úgy kikopott egy kicsit. Tehát visszatérő. Nekem, igen, visszatérő. Nekem konkrétan egy olyan régi, hát nevezzük barátnak, aki sokáig gyűrtem, hogy jöjjön el, és akkor így még tovább is maradt, mint tervezte, tehát hogy jól érezte magát, és én nagyon ezeknek szoktam igazából örülni, az ilyen tékozló fiúszerű visszatéréseknek, az újaknak is nyilván nagyon, de hogy azokra így többet figyelünk szerintem, és egy kicsit elhanyagoljuk azt, aki jó, hát régen találkoztunk vele, tehát majd visszajön, vagy nem jön, és akkor... De én az ilyeneket személy szerint nagyon nagyra értékelem. Igen, nagyon érdekes volt, hogy volt olyan is, aki mesélte, hogy már a többedik alkalommal, tehát évek óta akár részt vesz a 72 órás programokon, tehát egy ilyen veteránként volt ott, illetve akit a hálóból akár ismertünk régóta, és volt olyan, akinek ez volt az első alkalom, hogy egyáltalán eljött, és igen, volt olyan is, aki ateistaként, tehát magáért az önkéntesség gondolata miatt, vagy érdekelte ez a lehetőség, és azért volt ott, tehát nagyon vegyes volt ebből a szempontból a társaság, mert nyilván a többség azért keresztény volt, tehát nyilván azért, hogy a három mozgalom, aki ezt szervezte, az is elsősorban a keresztényeket írja.
És akkor nagyon gyorsan, röviden nézzük meg, hogy hol lehet veletek akkor évközben találkozni, hogyha valaki esetleg kedvet kapott, de mondjuk nem tudott ott lenni szombaton, akkor hogyan csatlakozhat a ti munkátokhoz? Hát az S4-ben, a Háló központban, ott tulajdonképpen folyamatosan vannak rendezvényeink. Ez a Hálónak, illetve a 72 Tanítvány Mozgalomnak is a Facebook oldalán, illetve a honlapján elérhető. Tehát ott a koncerttől a részigasságklubokig, ami egyfajta kerekasztal beszélgetés, számos program van, de szervezünk fiataloknak havonta egyszer találkozókat, főleg vagy a részben a határon túli fiatalok, akik éppen ez Budapesten tanulnak vagy dolgoznak. Tehát itt azért sok lehetőség van, ahol be lehet kapcsolódni, és nyáron szeretnénk egy néhány száz fős, 400-500 fős tábort is rendezni. Egy kis majd. Tábort, egy kis találkozót. Szintén egy ilyen közös összefogásból, illetve dolgozunk ezen az itt és most kompromisszum nélküli lehetőségen, hogy elérhetőek legyenek azok a programok, civil szervezetek, akiket lehet segíteni évközben is önkéntességgel. Sára Balázs, köszönöm szépen, hogy ismét itt voltatok nálunk, és további jó munkát kívánunk nektek!